Lágyas rajt. Közepes és kemény. Azért közepes a második, mert ott is a safety car-ra reagálok. Hát nem, sőt, kemény, kemény, kemény. Második etap kemény. Hogy a végére közepeseket lehessen föltenni, hogyha kell. És akkor ezzel ki van tolva a safety car fázis. Plusz egy, igen. Ezt nem akartam, nem beleszólni. De a második vagy negyedik helyen Jó, akkor lágyakon 6 kör az ideális. Keményeken. Hú. hát én inkább itt megvárom, mert lehet, hogy ez a safety car az akkor Persze. Keményeken egy 9 kör tervezek. keményre rakom, akkor nem médiumra, hanem keményre rakom. Igen, keményre. Médiumot fejezem be. Igen. Nem jó a lágyas befejezés, mert hamar elkopik, és akkor nincs akkor előny. Nem baj, ne kapkodj, a egyes sebességet azt majdnem pörges ki, és akkor váltsák kettesbe, hogy ne legyen lefulladás. És a el kell találni azt a gáz mennyiséget, amivel nem pörgetett túl. Ha érzed, hogy kapar, meg erőlteted, akkor egyből vegyél vissza nagyon picit a gázból. Tök fölösleges. Menjetek, srácok, mert nincs gumihőmérséklet. Hello. Tempóval van csak gumihőmérséklet. Közben gyorsan megnézem, hogy van-e friss lágyam? Van. Szép. Akkor van minden. Van minden tartalékban. Hú, geci, az igen, a harmadikra indulsz. Szép kör. Van egy pontod. Ja. Persze. Top 3. Díjaz van pontokkal. Ez hihetetlen. Áh! Első 3, a második 2, a harmadik 1 pontot. Ja. Persze. Ezért vagyok mérges. Nem tudtam ki autózni a legjobb kört, hihetetlen. Nem baj, futamra koncentrálunk. Itt osszák a legtöbb pontot. Nulla egy, nulla egyre beállok. Istenem, soha nem állok be nulla egyre. Hajrá, hajrá, hajrá! Nyomjuk meg. Jó. Ez egy warning, de nem baj. Nem baj, nem baj, jó volt.
Helyes menedzselés, nyom vissza. Márkot remélem valaki visszahívja, mert én nem tudom, mit csinálok. Kilépett a majd ki, elhagyta a lobbit a Márk, kösz. Ugrott is a lobby egyet. Keci, most nézem, hogy Dani vezet. Mi a fasz? Jó, most megesztek. Gyere, tiétek. Ja, jó. Azt a kurva, most nagyon kopik. Jézusom, mi a fasz? Mi a fasz van? Keci, 95. Jó, én a 5. körbe fogok jönni. Korai kiállás lesz, te vidd végig a 6 kört.
Hát, nem tudom, mi legyen. Félek a korai kiállástól. Lehet, hogy be kéne adjam. Jó, én jövök. Nem fogok ezzel szórakozni. Hatodikba jössz, ugye? Jó. Igen. Így van. És nagyon nem érzem ezeket a lágyokat. Jó. Hú. Ábel is jött velem. Ne haragudjál, de mi ez a felhő? Okay. Okay, this isn't our true position. They haven't yet pitted and they're on a one stopper. So don't waste time fighting because they should be coming in. Cause come in. Azt a mindenit, mi van itt?
issues with fireware for now. Keep taking care of them. Tizenötödik körbe jövök. Safety car is out. We need to form up at reduced pace. Keep a close eye on that delta time. Make sure to keep it... a picsába. De, ingyen kerékcsere. Róljuk le a kötelező kiállás. Igen. Muszáj. Ha nem lesz több safety car, akkor gatya. Úgyhogy gyere. Tizenkettedik körbe kapunk effektív újraindítás, hogyha 10 kört kellene végigmenni, ami úgy veszük, akkor optimális. És még nekem van még egy új lágyam. Hú.
Azt a minden, azért mert double-ztek, ilyenkor beadja. Szép volt. Hanyadik vagy? Hú. Picsával pedig volt már előnyünk Abellel. Húzattuk egymást, nagyon dolgoztunk ezen. Igen. Azt a... Igen. Jó kérdés. Aha. Ja, Petit láttam. Peti esett ki. Szegény. Csúri. Egy warningra vagyok a büntetéstől. Az első körbe összeszedtem kettőt. Ja. Ugyanez. Ja. Igen, nagyon idegesítő. Nem tudok menni a határaimon. Hát ne is, ne, az végzetes. Hát nem baj, menjünk még egy kört. Pont fél távnál leszünk. Igen. És Bálint. Igen, Bálint és Sicsi. Igen, az nagyon nagy hátrány. Ingyen kerékcserét nem rúlják le. Igen. Tessék, megoldotta magától is. Nem kell neked itt izmozni. Ja, igen. Ja. Rajta az rendben volt, mert nagyon agresszív voltam, aztán jöttem fel, mint a talajvíz. A rajta az rendben volt, mert nagyon agresszív voltam. Nem tudom miért mentem úgy. Nagyon a biztosra mentem. Persze. Igen. Pff. 54. Hát csak nem. Ja, a Ricsi Bálint. Hát ők elfékezhetik. Hát ez nem zavar. Első. Na, óriási hátrány. Hát... Hát ez az, hogy közepes kell még fölrakni. Vagy igen, vagy hogyha aki közep, hogy közepesen kezdtek, akkor meg lágyad. De hát... Jó, szerintem ez, emiatt nem jöttek, mert lágyat kell fölrakjuk. Látod, ezért fontos a sorrend, ezért fontos a lágyabb stratégia sorrend. Tehát lágy, közepes és a végére a kemények. Ami most mi fordítva csináljuk, tehát optimalizálva ez is, hogy elején lágy, és akkor utána közepes majd kemény. Vagy kemény és közepes. Na, hát itt belebolondulok. Elmegyünk még egy körre. Benne van. Jézusom, 50. 50 alatt, igen. 50 alatt a gumi.
Most már hárman, nem? Hogyha, vagy Alex mögötted van? Megvan, igen. Mundirici. Második. Ja. Jók vagyunk. Most hogy vagyunk? Harmadik én, negyedik Ábel, ötödik Dani. Te vagy a hatodik? Na, zsír. Igen, ez így van. Így van. Meg a részvét. Ezt a puhont, ezt annyira nem merem bevenni, főleg két warninggal. Padlógázom vagy egy pici... Igen. De biztos, hogy lehet több tempót, de hát, nincs az Isten, hogy én ott nagy tempót vigyek el. 45 fok, 45 fok. Jézusom. Nem. Remember, there's no overtaking until the timing line. Safety car in this lap. Hát, nem tudom. Nem, az a hülyeség, ha most jön neki. Ez az óriási veszteség. Mindegy, mindegy, így is óriási veszteség. Tehát ezt lehet számolgatni, de nem a mi dolgunk. Nem baj, most nem ezzel foglalkozunk. Ja. Ricsi eldobta, vigyázz! Melegszik.
Ez a közepes egy álom. Kurva jól mozog az autó. Jaj. Szép. Hoppá. Hát ez hihetetlen, és most jön föl a lágy. És most jön föl a lágy. Hat körre? Mögötted hány másodperce vannak lemaradva? Jó, nem. Megyünk tovább. Haberre reagáltam volna. Ez túl nagy kockázat lett volna. Igen. Az az. Gergő, ne csalj. Nyomkodod itt az egyszer gombot. Amikor jól esik, ha lemaradok, akkor SC, hát kifogyott az RS SC. Gergő, nyeljen SC. Lemarad... Áh.
Hihetetlen, hogy áll bele, hogy összekapta a tempóját megint a semmiből. Itt valami Merci taktika, itt altat 3 hétig, aztán... Hihetetlen. Rajta voltam, persze. Ezt lehet menedzselni. Persze. És ez kurva jó pozíció innét, mert áll bele a aki húzat, és a végén meg lesz előzve. Csak most kurvára gondolkodok, hogy mi legyen, hol előzzem, mit csináljak. Mert itt a... Ja. Korán nem előzhetem meg az Albert, mert akkor meg én leszek a támadó fél. Ja. Valahogy a utolsó körig... Igen. Igen. Szerintem ő is kooperál arra, hogy Ábel legyen levadászva a legvégére, úgyhogy szerintem mehetünk együtt. Mert az nagyobb feltartás, hogy igen, mert nagyobb feltartás a csatába elegyedsz. Úgyhogy jól kell pozícionálni magadat, meg húzatni kell egymást. Csak az Ábelt valahogy elkapni a végén. Ja. Erre is menedzselés kell kurva okosan megcsinálni, mert most három körre. Nem szabad, nem szabad. Igen. Nyilván reagálni kell egymásra is. Aha, aha, ja. Igen. És azért fejbe nyugtat, na, próbálok visszavenni magamból, mert nem akarok beleesni három szekes büntetésbe, egy kanyar levágásra vagyok, aztán jó. Elindultunk. Jó. Csak Dani ne támadjon. Overtake button a bit more.
here. Use overtake. Use overtake. Két kör, gyerünk! Óvatosan! Hú, ez meg... Ábel dobott egy taktikai hibát. Ez kurvára megkavarta itt a dolgokat. Ficsába. Thank you.
Yes! Kurva élet! Hú, annyira csatázni kellett, hogy Áberrel megnyerettük a futamot. Ja. Amúgy tényleg. Hú, Isten. Nem tudtam előkészíteni az előzést Ábel ellen. Ezt jobban nem lehetett volna csinálni. Ez brutál volt. Azt a mindenit. Milyen leggyorsabb kört mentél, Jézusom. Mekkora gyors kört mentél futamon.